Jelenleg az ország legnagyobb egyesített integrált egészségügyi intézménye a Szabolcs-Szentmedbereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Közel 5000 dolgozó végzi nap mint nap a munkáját, közülük több mint 3000 fő ápoló, közel 670 fő orvos, a többiek pedig a háttérben végzik feladataikat. Jelen pillanatban az intézményünk egészéből 31 fő kap díjazást, illetve ezen a napon adjuk át az új főorvosi és adjunktusi kinevezéseket. Ebből 16 főorvosi kinevezést fogunk ma átadni, és 13 adjunktusit. Ez egy nagyon, hogy mondjam, szeretett ünnepünk, mert azt gondolom, hogy azok, akik ma kitüntetést kapnak, ők letettek valamit, nagyon sokat dolgoztak, és reményeink szerint itt maradnak velünk, és fogják a megye egészségügyét továbbra is biztosítani. A dolgozók nettó 60 ezer forint bónuszt is kaptak a kitüntetések mellé, hiszen az erkölcsi elismerés mellett az anyagi elismerésnek is fontos szerepe van. Úgy gondolom, hogy ebben a hivatáskörben is rendkívül jelentősége van annak, hogy a fontos ünnepi alkalmakkor elismerésekre is sor kerüljön, hogy az egyébként szavakban kinyilvánított elismerés, az erkölcsi elismerés mellett ez anyagi elismerés formájában is megnyilvánuljon. A díjazottak között volt dr. Benkő Viktória is, aki hamarosan belgyógyász szakvizsgát szerez, de a diabetológia iránt is érdeklődik. Lelkiismeretes és szorgalmas elhivatottság jellemzi, akárcsak a többi díjazottat. Az elismerések azonban nem csak dicsőséget jelentenek, hanem nagyobb elvárást mind az egészségügyben dolgozó kollégák, mind a betegek részéről.